kisiskolások előadása nyitotta meg a bátaszéki vasutasok országos nyugdíjas szervezetének éves taggyűlését. Az összejövetelen a régió nyugdíjas vasutasai vettek részt, illetve a pécsi régiós vezető is képviseltette magát. Az egész országban durván olyan 5 és 6 ezer fő között van a szervezetnek a létszáma. Én nekem a területem, ugye a Pécs terület, ami beletartozik Bátaszék, Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, és még sorolhatnám Gyékényes, Somogyszob, és ezeken a területeken szervezzük a úgynevezett munkát. Ebbe beletartoznak a kirándulások, a segélyek. Nagyon fontos, mert nagyon sok régen elment vasutas, akik már nyugdíjban vannak, hát bizony 70-80 ezer forintos nyugdíjból élnek. Nagyon kevés az, aki a 150 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkezik. És nekik bizony jól esik, hogyha a szakszervezet tud valamilyen segélyt biztosítani számukra. Ez az egyik legfontosabb dolgunk. A másik pedig az, hogy a szabadidő normális kulturális felhasználása, hogy miért mondom ezt. Mert kirándulásokat szervezünk olyan helyekre, amit ugye 65 év felett nem kell fizetni már, hála Istennek, és akkor olyan helyekre visszük őket, ami a természetben kiránduló helyek vannak, várak, természetesen Badacsony is beletartozik ezekbe a területekbe, és jól érzik magukat. Főleg azok, akik egyedül maradnak, nem tudnak otthon mit csinálni, a családjuk esetleg külföldön van, őnekik meg úgy lehet mondani, hogy életmentő ennek a csoportnak, szervezetnek a létezése. A szervezetnek ez is az egyik alapvető tulajdonsága. Tehát vannak a bizalmiak például, akik nem pontosan Bátaszéken, hanem a környező településeken vannak. Ők például tudnak mindenkiről, hogy mi van. Tehát milyen segítséget kérnek. Például a Covid alatt is volt, aki annyira lerobbant, hogy bizony vitték neki, amit ő összeírt, hogy mire van szüksége a mindennapi élethez, és segítik egymást. Ilyen szempontból, mert ismerik. Tehát beengedem, mert ismerem, tudom, hogy nem akar engem kirabolni, vagy esetleg más erőszakosságot elkövetni. A bátaszéki szervezet jelenleg 50 főből áll, de nem csak az ő érdekeiket képviselik, hanem a többi vasutas nyugdíjasét is. Jönnek a vasutas akik voltak a vasútnál dolgozók, a nyugdíjasok, jönnek különböző problémákkal hozzánk. Ez lehet szociális jellegű probléma, hogy kevés a nyugdíja, nyugdíj emelést kér, özvegyek meghalt, akár így, akár úgy, özvegyi nyugdíjért, gyógyszer segélypapír, cukorpapír, intézményi segélypapír. Tehát ezt mind nekünk, Budapesten van a szervezetünk, az ONYSZ, és oda kell továbbítani, meg az ÖTA-Pesten, tehát ezeket oda kell továbbítani, kitöltsük nekik, megbeszéljük a gondjaikat, problémáikat. Házhoz megyünk tagdíjat szedni, mert ebből az 50 főből legalább 25 beteg, aki ki sem tud ide jönni, házhoz járok, beszedem a tagdíjat, ott intézem el akkor ezt a papírügyeket, úgyhogy, sőt, soknak még én adom fel a postán is, tehát sok-sok-sok minden van, ami ehhez tartozik. Elnökválasztás lesz, és micsoda lesz még, gazdasági választás, és elnökhelyettes választás. Előbb az értekezlet, és akkor utána lesz ez. 4 évente újítani kell. Én nem mondanám, hogy engem már 2001 óta 4 évente mindig visszaválasztottak, a tagok választanak. Bátaszék, Mőcsény, Báta települések nyugdíjas vasutas dolgozóit fogja össze a helyi szervezet, akiknek a legközelebbi rendezvénye jövő hónapban lesz. Itt kötetlenebb formában közös főzéssel, beszélgetéssel töltik majd el a napot.